Sziasztok! Sziasztok! Ez itt újra Greencat és Do It Yourself, és az asztalos műhelyünket megint megpróbáljuk kiegészíteni kettő hasznos kis sablonna. Így van, így. Kettő kis sablon csinálunk házi gyártásban. Nagyon egyszerű lesz a történet. Kettő darab kis kocka faroslemezre van szükségünk, és két darab kis egyenes lécecskére, ez is tökéletesen mindegy, hogy milyen. Készíteni fogunk egy olyan sablont, amelyikkel a kivetőpántokat lehet föl helyezni, és nem kell kínlódni a méricskéléssel, hogy mit hova, tehát ha egy szekrényajtót akarunk, akkor ahhoz nyilván elengedhetetlen a kivetőpánt, és ennek a helyét hogyan határozzuk meg. Ehhez egy sablont készítünk, plusz egy másik sablont, amelyiknek segítségével bármilyen fogantyút könnyen föl lehet rakni. Így van. Most először szerintem beszéljünk a kivetőpántról. Alapvetően a legegyszerűbb kivetőpántokból, ugye persze itt is vannak azok a fajták, amik automatikusan visszahúzzák magukat, stb. Igen. De a felszerelés módjában kettő fajtával találkozhatunk. A legtöbbször. Az egyik az az, amiben eleve már van csavar. Igen. A másik az, amiben nincs. Így van. Nagyon egyszerű logika diktálja ezt, hogy mi történik vele, amiben nincs, abba tenni kell, amiben van, abban már nem, tehát annak lyukat kell előfúrjunk. Igen, ugyanis egy olyan csavar van benne, ami nagyon vastag, ezért nagyot fog a bútorlapba, de magától nem megy be. Így van, neki elő kell fúrjunk, ahhoz azért fog kelleni a sablon, a másikhoz pedig azért, hogy jó helyre fúrjunk. Így van, és ugye amikor egy szekrényajtóba elkészítjük a fenéklyukfúróval, amit már egyszer megmutattunk, fenéklyukfúróval elkészítjük a furatot, amiben majd belemegy a kivetőpánt, hát az korán sem mindegy, hogy ezt hol helyezzük el, ugyanis ha nagyon befele tesszük a furatot, akkor az ajtó soha nem fog csukódni, ha nagyon kifele rakjuk, akkor elröntjük a szélét, letörik a széle, és ez fontos, hogy hol legyen. Illetve az ajtónak a becsukódása után a távolságot is meghatározza ez valamilyen mértékben, persze állítható. De hogy ha a rossz helyre fúrjuk, akkor az se kinyílni, se becsukorni nem. Igen, tehát végletes lesz a probléma. Jó, hogy kezdünk neki? Hát a sablon készítést akkor azt úgy oldjuk meg, hogy van nekünk egy ilyen kis kocka faroslemez darabunk, amire ráfogunk egy fadarabot fogatni. Ez annyit fog jelenteni, hogy így oda tudjuk tenni a bútorlapra, és innentől szépen fog tudni mellette csúszkálni. Mielőtt ezt mondjuk elkövetnénk, azelőtt akár fel is rajzolhatjuk rá a majdani furatoknak a helyét. Három furatot kell rajta ábrázolnunk. Az egyik ugye a kivetőpánt pontja lesz, a másik kettő pedig a csavarnak a két pontja. Lehet méregetni, és lehet próbálkozni, hogy hány milliméteren az optimális. Alsó felfogató 38 milliméterre kell, hogy legyen a bútorlap szélétől, az a kivetőpánt aljának a felfogató csavarja. A 36 mm-es fenéklyuk furat pedig, ha az ajtóba helyezzük el, a szélétől pontban 20 mm kell, hogy legyen. Ezt a kettőt kell, hogy ábrázoljuk ezen a kis sablonon. Illetve a sablonra fogunk még egy középvonalat tenni, amihez tudjuk illeszteni a méretet. Csak ugye? Azért, és fogunk tenni egy jelölést, ami adja a pontos méretet, de majd ez meg lehet látni, hogy hogy fogjuk mi ezt használni. Ahhoz, hogy majd ezt használni tudjuk, mivel kifúrjuk a sablonunkat, van egy kis jelölőtünk, és akkor ezzel a jelölőtűvel fogjuk a pöttyöket elhelyezni a kivetőpántlikának és a furatjának. Úgyhogy első lépésként rajzolhatunk erre a kis falos remezdarabra, aztán pedig fogatunk fel egy ilyen fadarabot, és azzal és utána meg, megy az elé. Utána egész. Meg megmutatjuk, hogy hogyan is lehet ezt használni. Így van. Mi a simábbik oldalára fogatjuk, mert ide fogunk rajzolni. Jó, akkor szerintem legyen az, hogy most akkor megmutatjuk, hogy hogy kell. Készült akkor a pántlika. Így van, betevőm. Tehát a méretek még egyszer az ütköző résztől 20 mm-re van az a luk, amelyikkel a kivetőpántnak kell a helyét. 32 mm-es lyuktáv 38-as mélységre
az alsó kivetőpánt alsó részének a jelölője. És tettünk rá még egy kis jelölő nyílást, hogy ha centi mellett kell, hogy méretre pontosan beállítsuk, akkor már csak annyi legyen a dolgunk, hogy oda tesszük, és jelölni tudunk. Így van, ezt pont középre tettük, tehát hogy ezért arra figyelni kell, hogy az pontosan középen legyen. Így van, és egy hasznos szerszámot gyártottunk a semmiből. Így van. Azt, hogy ezzel hogyan tudunk pontosan föltenni kivetőpántokat, azt még majd egyszer tehát megmutatjuk. Hogyan gyorsítja ez föl a kivetőpánt felszerelését, azt megmutatjuk, és egyébként arról a kivetőpánt felszerelésről majd még néhány okos gondolatot elmondunk. De a sablont így tudjuk hozzá elkészíteni. Így van. Ez a fontos. Hanem sablon, akkor van egy másik dolog, amire szükség lehet még, ez a bútorra való foggantyú felhelyezése. A foggantyúhoz is egy hasonló alapanyagból indított sablont készítünk. Jellemzően a foggantyúk az ajtó szélétől 4 centire vannak, de ha valaki nem ennyire szeretné tenni, akkor oda teszel. Persze, hát akkor a sablon készít. Láttam már gyárilag ilyen sablonokat, de szerintem teljesen fölösleges megvenni, mert mi magunknak tudunk egy ilyet csinálni. Ráadásul mi olyat fogunk csinálni, amelyiken 64-es, 98-as és 128-as lyuk távú foggantyúval ezek is. Ezek a standard méretek? Ezek a teljes standard méretek. Igen, de hogy ezen kívül már manapság azért lehet többet is kapni, de ne keseredjünk el, mert ahhoz is gyárthatunk magunknak. Tehát, hogy nem... Ugyanilyen módon és elven nem tudunk kell hozzá ezzel, igen. Sablon gyártani. Úgyhogy nagyon hasonlítani fog a készítés az előzőre, tehát húzunk egy alapvonalat, attól 4 cm-re ugye egy olyan vonalat, amely a vezetőt. Egyszer felszereljük, igen, a vezetőt, ettől 4 cm-re helyezzük el a helyet a foggantyúnak, és akkor az első jelölés, második és harmadik lyukméretű jelölés, majd aztán itt is az a lényeg, hogy az ajtó tetejétől a megfelelő méretre, ahhoz a vonalakhoz tudjuk igazítani, amit mi készítünk majd. Annyi különbség, hogy itt nem a közepére kell, ugye, mert az ajtónál előfordul, hogy így használom a sablont, meg az is, hogy így használom a sablont, ezért ott minden jelölésnél kell egy... Igen, tehát aljához, tetejéhez teszünk egy-egy jelölést, és akkor tudjuk azt, hogy igen. Mondjuk a fogónak a teteje 10 centire persze, van, vagy 5 használva, centire, és akkor... már könnyen fog működni, úgyhogy na hát akkor ezt is elkészítjük. Igen, mutatjuk, hogy hogyan kell. Na hát ez a sablon is elkészült. Két nagyon hasznos szerszámot gyártottunk magunknak ebben a pillanatban. És ez már néhány foggantyú felszerelésekor meghálálja magát, mert sokkal többet kínlódunk, ha vonalzóval mérecskéljük. És ami még a fontos egy tanácsként, hogy azért használjuk a pontozót az átjelölésre, mert ezt a pontot, ha rossz helyre tettük, még olyan nagy dolog nem történik, nem tettük tönkre a szekrényajtót. Ha ezen átnyomjuk a fúrót, és véletlen nem jött össze, akkor hét baj van. Úgyhogy én azt ajánlom mindenkinek, hogy pöttyözzön, és akkor a kis pontokat utána szépen ki lehet fúrni, ugyanis, mint ezt már mutattuk, ugye a fafúrónak van egy kis tüskéje, ami tüskéje, az általunk készített kis pöttyben úgy megakad, hogy nem akar mocorogni. Ki se lehet mozdítani onnan, és tutira jó helyre fogjuk fúrni ezután a foggantyúnak a helyét. Így van, úgyhogy kétszer mér, egyszer vág, ez a mai napra a tanácsunk. Egyszer fúr. Vagy egyszer fúr, igen. Ez a mai napra a tanácsunk.
Hogyha gondolkoztok ti is azon, hogy otthon magatoknak raktok össze szekrényt, esetleg több fogót szeretnétek föltenni, vagy több ilyen kivetőpántot, akkor mindenképpen érdemes egy ilyet és csinálni. És még az is jó lenne, hogy azonos helyen vannak, akkor... Nagyban megkönnyíti a munkát. Megkönnyíti a feladatot. Egyben. Igen, egyébként bizonyos előre szerelt szekrényeknél is van olyan, hogy a fogó maga nincs kijelölve, mivel nem tudják, hogy milyen fogót fogsz rá választani, hogyha nincs igen. Alapvetően benne a szedben, ezért nincs előre kifúrva a lyuk, hanem magunknak kell utólag meghatározni, és ez nagyon nagy segítség lehet az, hogy készítünk egy ilyen sablont. Van nekünk egy ilyenünk, igen, és innentől minden ajtóra precízen fel tudjuk rakni úgy, ahogy kell. Így van, úgyhogy ennyit akartunk mutatni mára, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, lent a hozzászólásban tudtok kérdezni, ha szeretnétek valamit a fórumon is tudunk válaszolni, és iratkozzatok fel, mert ez fontos, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok.